Nyársapát. Nyársapát község Pest megye déli részén, Cegléd és Nagykörös városok között helyezkedik el. A lakosság lélek száma 2100 fő. A falu történelme az Árpád korig nyúlik vissza, de csak 1954. november 1-én vált több évszázad után újra önálló közigazgatású településsé. 2014-től minden intézményük áramellátását napelemek biztosítják. A Szarka család borházából átalakított művelődési ház és könyvtár épületében működnek a község civil szervezetei is. 1995-ben kezdődött meg Török Ferenc íböldíjas építész tervei alapján a gyönyörű katolikus templomunk építése, melyet 2004-ben szentelt fel dr. Beer Miklós Váci megyés püspök. A templom építése társadalmi összefogással valósult meg. Az általános iskola hatalmas parkosított területen fekszik, tornacsarnok és sportpályák biztosítják a diákok sportolási igényeit. Az intézményben jelenleg 190 gyermek tanul. A falu központjában helyezkedik el a trianoni emlékmű és elekapó kútja. Az 1907-ben iskolának épült intézmény ma az óvodának ad helyet. Itt, három csoportban, 80 aprósági játékos neveléséről gondoskodnak. A múzeumnak és a református községnek is helyet adó, eredeti állapotában helyreállított Szarka kúriát a község fennállásának 50. évfordulóján 2004-ben vehettük birtokba. A kúria parkja ad helyet Nyársapát község szabadtéri rendezvényeinek is. 2015-ben adtuk át a magyar koronát ábrázoló pergolát. Nyársapáton technikai sportoknak is módolhatók. A Nyársapát, Csemő, Cegléd határán fekvő Bognár Gokárt Park a gyermekektől a legidősebbekig várja az amatőr gokártozókat. A Nyársapáti Motocross Egyesület nemzetközi minősítési pályája, országos bajnokságok kedvelt színhelye. Az önálló kis- és középgazdaságok és a gazdák szerveződése alkotta gazdaszövetkezet, hűtőházat és szárító, aszaló üzemet épített, melyben elsősorban a saját termelésű gyümölcsöket dolgozzák fel, illetve exportálják. A Miklaker Kft. Községünkben európai színvonalú intenzív kertészeti gazdaságot hozott létre, ahol több hektáros méretű fóliákban primőröket termelnek. Nyársapáton fő tevékenység a mezőgazdaság, túlnyomó rész szőlő, gyümölcs, kertészeti kultúra, medgy, szilva, cseresznye, szamóca, burgonya és paprika termesztés folyik. Reméljük, hogy ez a kis film felkeltette érdeklődésüket településünk iránt. Várunk és hívunk szeretettel mindenkit. Nyársapát.